Körbe Anthony menekülni akart, problémákkal volt tele. A testvére börtönben ült. Egy nap fejébe vette, hogy kést ragad és véget vet az életének. Ám ehelyett valami más került a kezébe, egy idegen váratlan ajándéka. Körbe Anthony vagyok. Rochesterben születtem és nevelkedtem. Az édesanyámnak 6 gyermeke volt, 18 éves volt, amikor harmadik gyerekként megszülettem. Sose találkoztam az apámmal. Egy belvárosi nyomornegyedben nőttem fel, tudom, milyen patkányokkal és egerekkel élni a lakásban, amikor nincs ennivaló és használt rongyokból kell öltözködni. Az utcákon mindenütt törött üvegek voltak a járdán. Romos épületek, drogozás, részegek, szerencsejáték. Itt mindez jelen volt. Az erőszak mindennapos volt, sosem lehetett tudni, hogy mi fog történni. Nem nagy dolog, ha meglőnek vagy leütnek. Ha nincs egy pozitív hang, ami irányt mutat az életednek, vagy nem gondolkodsz észszerűen, akkor befogadnak azok a srácok, akik a sarkon, a romokban vagy az utcán mulatják az időt. Mi a helyzet, kis haver? Egy srác azt mondogatta, hogy figyelj, fejezd be a sulit, ne járj úgy, mint én. Ez olyan érzés, mintha családod lenne és törődnének veled. Egy nap nagyfiúkból álló csapat közölte velem, hogy ha hozzájuk akarok tartozni, meg kell verekednem az egyikükkel. Volt egy srác, Dwayne, aki még nálam is nagyobb volt. Én 14 éves voltam. Provokált, ilyeneket mondott, te jössz kis öreg, üss meg, ha mersz. Püfölni kezdtem, de ő csak nyelte a pofonokat, ahogy mi mondjuk, nem terült el. Majd hátrálni kezdett és belevert az orromba. Elestem, ő rám telepedett és ütni kezdett. Ezután nagyon jól éreztem magam, mert ezek a nagyfiúk ott ámuldoztak, hogy Dwayne-nel verekedtem, és nem is sírtam. Férfiasan viseltem az ütéseket. Ez boldoggá tett, mert úgy éreztem, hogy még inkább elfogadnak. A bátyám, akit nagyon szerettem, egy kábítószeres bandába keveredett, és gyilkossági kísérlet miatt börtönbe került. Amikor meglátogattam, az jutott eszembe, hogy ezentúl én leszek az a férfi a családban, akinek jó döntéseket kell hoznia. Egy nap a belvárosban jártam, és odajött hozzám egy nagy darab őszes hajú ember. Azt kérdezte, ismered Jézust, mint uradat és megváltódat? Mondom, mi van? Újra kérdezte, ismered Jézust, mint uradat és megváltódat? Csak össze-vissza hebegtem, habogtam. Persze, haver, ismerem Jézust. Egy papírt nyomott a kezembe, hogy olvassam el. Mondtam neki, hogy el fogom olvasni. Hazavittem ezt a füzetet, és bevágtam a legfelső fiókba. Többet rá se néztem. 1992. szeptemberében lettem utolsó éves középiskolás. Egy alternatív iskolába kellett járnom, ahova csak rossz gyerekek jártak. Ott nem volt rend, a diákok problémásak voltak, cigiztek, verekedtek. Emlékszem, hogy azon gondolkodtam, ennyiből áll az élet? Elérkeztem arra a pontra, ahol már nem tudtam élvezni a bűnös életet. Egyik nap a nagyszüleim pincéjében voltam, és kést tartottam a kezemben. Arra gondoltam, hogy felvágom az ereimet, és egyszerűen meghalok. Nem érdekel már semmi. Amikor fájdalom van az ember lelkében, mentális vagy érzelmi betegségben szenved, az olyan, mint amikor eltörik a karod és fáj, vagy amikor megégeted a kezed, és az egész karod, még az idegek is fájnak. Az emberek nem mindig értik ezt meg, hogy a depresszió ilyen, csak a lelket érinti. 1993. február 4-e egy pénteki nap volt. Péntek esténként a barátaimmal lógtam, cigiztünk, ittunk, valahogy mulattuk az időt, de azon a bizonyos estén otthon maradtam, nagyon magam alatt voltam. A bátyámon és az életen gondolkodtam. És azon az éjszakán kivettem azt a füzetet a fiókból. Ami réges-rég el volt felejtve, és ott hevert. 4, 5, vagy talán 6 hónapig hozzá se nyúltam. Isten békességéről olvastam benne, ami elkezdett nagyon erősen vonzani. A lelkem nyugtalan volt, de Isten felkínálta a békességet. A lap hátoldalán egy megtérő ima volt. Letérdeltem, és elmondtam azt az imát. Teljesen összetörtem. 17 éves voltam, de nem tudom, hogy valaha is sírtam-e, úgy, mint akkor. Olyan érzés volt, mintha egy hatalmas teher gördült volna le a lelkemről. Akkoriban nem volt ünneplő ruhám, de elmentem a gyülekezetbe.
A pásztor megtérésre hívott, és amikor előre mentem, ő megölelt. Azt éreztem, hogy innentől Isten családjába tartozom. Isten szeret a küzdelmeink ellenére. Annyira szeret, hogy mindent odaadott értünk. Az egyik gonosztevő azt mondta a kereszten Jézusnak, hogy ha te Isten fia vagy, szabadítsd meg magadat, minket is. A másik erre azt felelte, mi méltán vagyunk megfeszítve, de ő semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Jézus erre azt mondta neki, hogy rendben, te ma velem leszel a paradicsomban. Annak a bűnözőnek nem volt ideje, hogy leszálljon a keresztről, megmosakodjon, beiratkozzon egy tolvajoknak szóló, hogyan változzon meg 6 lépésben az életünk kurzusra. Bűnöző volt, bűnözőként halt meg, de Jézus azt mondta neki, hogy aznap vele lesz. Isten szeret és elfogad minket, nem a becsületességünk miatt, hiszen úgy meg sem érdemelnénk, hanem azért, amit Jézus tett értünk.